Várakoznia kell ennek az autósnak, míg szemből átér a hídon a furgon. Nem hiába, el sem férne két kocsi. A Lajta híd ugyanis jelenleg csak 5 méter széles és egysávos. Az önkormányzat évek óta tervezi a híd bővítését, hiszen nagy rajta a forgalom. Tavaly döntöttek is a közbeszerzési eljárás indításáról, a cégek azonban kifogásolták a szigorú feltételeket. Ez egy érdekes technológia, tehát itt felhasználásra kerül a meglevő vasszerkezet, az is, amit letároltunk, a híd második eleme, ezt kell összeépíteni egy útszélesítéssel, tehát egy elég komplex vasszerkezeti munka. Ennek megfelelően kerültek az alkalmassági feltételek beépítésre, hát lehet, hogy egy picit eltúloztuk. Most azért, hogy ne menjünk bele egy jogi hosszadalmas eljárásba, enyhítettünk ezeken a feltételeken. Majd újra kiírták a közbeszerzési eljárást. Kevesebb pályázó érkezett be, mint az előző körben az érdeklődők. Az, aki a legjobban kifogásolt az ajánlatban, ugye ezeket az alkalmassági feltételeknek a túlzó volt, tehát ez a cég nem is adott be a második körben ajánlatot. Beérkezett két úgy tűnik érvényes ajánlat, a bírálata jelen pillanatban folyik. Hát megdöbbentő számok vannak őszintén szóval a kivitelezés költségeit tekintve. Most már ütögetjük a nettó 480 millió forintot, és nálunk ez ugye bruttóba számít, mert az önkormányzat nem tud áfát visszaigényelni, ami 600 millió forint. A magas árak ellenére is elindul majd a kivitelezés. A híd kétsávos lesz, és egy-egy méteres kerékpárutat is kialakítanak rajta. Így a teljes szélessége közel háromszor akkora lesz, mint a mostani. A felújítás idejére korlátozzák majd a forgalmat a hídon. A kivitelezés a tervek szerint 2020. júliusára fejeződik be.